augusztus 10 -e, Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búza szem nem hull a földbe, el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Egy nagyon mély Krisztus életének meghatározó gondolatát hallhattuk Krisztus szájából. Olyan jó, amikor halljuk Jézustól, hogy a természeti képek által, az emberi élet gyakorlati képei által olyan hasonlatot ad nekünk, amit rögtön értünk. Amikor Jézus így szól, hogy a búzaszám nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal sok gyümölcsöt hoz, rögtön eszünkbe juthat a vetés, az aratás szépsége, amikor a földbe hullott mag valóban halálát éli meg, akkor betemetik földdel. És akkor tavasszal, amikor a természet újjáélet, vagy éppen az őszivetés kapcsán már ősszel, a kis búzamag kicsirázik szárba szökken, és sokszoros bőtermést hoz. Szép kép ez arra, hogy az igazi szeretet mögött, amely gyümölcsöt tud hozni, mindig ott van a lemondás. Krisztus saját életével bizonyította be ezt, amit mondott önmagáról, és tanít bennünket is, hogy milyenek legyünk, meghalt a kereszten, elszenvedte halálát, értünk megváltói, értünk adott megváltói halálát, hogy abból nekünk életünk legyen és bőségben legyen. És arra hív bennünket a keresztmisztériuma, mert tulajdonképpen ez a búzaszem földbe hull és bőtermést hoz, ez tulajdonképpen a kereszt misztériuma, hogy ezt a mi életünkben is jelenítsük meg a mindennapokban jó értelemben meg kell halnunk egymásnak, abból a szempontból, hogy oda kell adnunk az életünket egymásért, hogy bő termést tudjunk hozni. A mai világban azt vehetjük észre, hogy ennek a mai evangélium üzenetnek pont az ellentéte történik. Aki szereti életét, idáig érthető mindegyikünk számára, hisz ki ne szeretné az életét, azaz ki ne szeretne élni, ki ne szeretne boldog lenni, az elveszíti azt, aki gyűlöl életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre, és itt jön Jézusnak az az ellentétes gondolkodása, ami a mai világban pont nem így működik. Aki ma szereti az életét, szereti az életet, keresi a boldogságát, az sokszor az ürességet találja meg önmagában, és sokszor ebben a világban is. Aki lever mondani az életéről, és itt nem kell többre gondolni, mint például arra, hogy egy fiatal családot akar alapítani. Vállalja azt, hogy odaadja az életét, megosza a másikkal az életét. Gyermekeket ad életet, és ezáltal megosztja az életterét másokkal. Van kiért élnie, lesz kiért élnie. Az meg rádöbben arra, hogy, hogy ebben az odaadott életben látja meg a saját maga örömét és boldogságát. Valahogy úgy van ez, hogy arra vagyunk hivatva, hogy, hogy bőtermést hozzunk, de a bőtermést megelőzi a halálnak az a misztériuma, hogy, hogy el kell, hogy vetessünk a földbe, hogy elvessenek bennünket a földbe, hogy onnan bőtermés származhasson. Oda kell adnunk az életünket a másiknak, hogy utána bőtermés lehessen. Olyan sokan szenvednek attól a fajta lelki terméketlenségtől, hogy hogy szeretnének jók lenni, de valahogy nem sikerül. Képtelenek megnyitni szeretetüket a másik iránt. Lemondani a saját idejükről, elgondolásaikról, véleményükről, szabadságukról, és azt mondják, hogy, hogy most engem ne zavarjanak, most ne történjen ez, vagy éppen nekem most szükségem van erre, arra, Sokat szoktuk mondani ezt az él időt, amelynek nyilván megvan az ideje és a helye az életünkben, de pont azért van meg az ideje és helye az életünkben, hogy az én időmből te időd legyen, amikor saját magamat neked odaadom. A szolgáló szeretetben döbben rá az ember az élete értelmére. Ha csak magát szolgálná, ha magát csinosítaná, keresni a maga örömét, egy idő után nem csak unalmas lenne az élet, hanem fárasztó is, és abból a szempontból pokoli, hogy önmagunknak nem tudunk jót adni. Azt mindig a másik adja, ha jót. Jézus erről beszél, hogy aki szereti életét, elveszíti azt. Aki keresi a maga boldogságát, aki csak a maga boldogságát keresi, az nem fogja megtalálni ebben az életben, mert mint búzaszem egyedül marad. Nem meri a vetés fájdalmát, és áldozatát meghozni azért, hogy belőle sok jó bőtervés legyen. Azonban, aki oda meri adni az életét, aki keresi annak a lehetőségét, hogy hogyan tud többet adni, azaz másoknak adni, az rádöbben arra, hogy bizony bizony megkapja a szeretetet, százszoros szeretetet, és gazdag szeretetet erre az életre. Minél jobban kinyitja az ember a kezét, és odaadja önmagát, annál többen fogják meg azt a kezet, és, keresik szeretetét, társaságát, és az ember rájöbben, és megérzi, hogy nincs egyedül. Ha azok a kezek csak önmagáért dolgoznak, ha csak magának dolgoznak, akkor az ember egy idő után elfárad, elfásul, megszürkül minden, és már semmihez nem lesz kedve, még önmagához sem ebben a lelki depresszív állapotban élnek oly sokan ebben a világban. Oly sok időt töltenek el a tükör előtt önmagukat bámulva és szépítkezve, ahelyett, hogy, hogy a mások örömét keresnék. Milyen jó, hogy Jézus velünket nem csak arra tanít meg, hogy, hogy milyen a szép élet, hanem ennek a szép életnek az igazi voltát is bemutatja önmagában. Olyan szép, hogy Jézus nem csak beszél arról, hogy milyen, milyen, az igazi élet, hanem saját magában ez bebizonyítja. Jézus saját maga oktat bennünket az életével, amikor meghal a kereszten. És azt mondja, hogy nekünk is oda kell adni életünket egymásért. Minden ember arra van hivatva, hogy gyümölcsöt teremjen. A terméketlen fát kivágják, hogy mondja Jézus, semmire nem jó, semmi értéke nem lesz, az a fa, amely gyümölcsöt hoz, amely bőgyümölcsöt hoz, az megéli azt, hogy miért is lett teremtve, mire is lett teremtve, arra, hogy gazdagságot adjon másoknak, és így tud az ember boldog lenni, amikor nem a tükörben keresi a maga boldogságát, hanem a másik arcán lévő öröm, amit ő szerzett, ami ő által jött létre, az lesz az ő boldogsága és igazi öröme. Adja az Úr, hogy búzaszem szem hasonlatban mi is meg akarjuk élni a vetés okozta halált, hogy bő termést hozhassunk. És keressük azt, hogy minél többet tudjunk adni önmagunkból, ehhez oda kell először magunkat adni Istennek, amely mint jó földként, mint áldást adó esőként, mint sütő napként, világító napként gyümölcsöt érlel bennünk és általunk. Adja az Úr, hogy tekintsünk arra a keresztre, amely ennek a szeretetnek, ennek az ön átadó szeretetnek a csúcsa és értelme, és meglássuk benne a mindennapok apró, meghalt, és életet nyert állapotát.